Tisztelt igazgatóasszony, polgármester úr, alpolgármester úr, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy az egész napot szinte itt tölthettem a szükebb hazámban, itthon vagyok. Ez nagy dolog az én életemben, meg kell mondjam őszintén, mert a ritkán tudok elég időt mezőtúron tölteni, de ma valahogy úgy alakult a napom, hogy azon kívül, hogy egy rövid, nagyrév tiszaföldvári kitérővel szinte az egész napot mezőtúron töltöttem, de ráadásul az egész napom szinte az oktatásról szólt. Na, nem ilyen szép eseményekről, mint ez a mai, hanem akár merre jártam, mindenhol a közoktatás helyzetéről kérdeztek, hogyan alakul, hogy lesz, mint lesz. És az a jó, hogy mindig föl tudom hozni a mezőtúri példát, hiszen igazgató úrral, Kozák Zsolt igazgatóról beszélgettünk, és elmondta, hogy hogyan működik náluk az a klik, ami országosan nem működik jól. És öröm volt hallani, hogy az én kis szűkebb hazámban a klik is jól működik. Tehát, hogyha a járási kliknek jó vezetője van, akkor ezek szerint egyébként nem a kréta gondoktól hangos az iskola, hanem az oktatástól. És ez a fontos én szerintem. Természetesen, ami a tananyagot és a diákok leterheltségét illeti, az nálunk is megvan, de hát ez nem a, hogy mondjam, nem nekünk politikusoknak a dolga ebben tenni, ez a szakemberek dolga, azért vannak az egyetemek, az egyetemi tanárok, azért vannak a pedagógusok, meg a szakértők, hogy majd ebben tesznek ők, hogy jó legyen. Igaz, hogy az eddigi tanrendet is ők alakították ki, de hát úgy látszik, hogy mellé nyúltak valahol ezekkel a könyvekkel. Reméljük, hogy második nekifutásra, főleg akkor, hogyha tényleg az egyetemek fogják ezután írni a tankönyveket az adott pedagógus gárda bevonásával, akkor ezek is jobbak lesznek. Úgyhogy én köszönöm itt mezőtúron a mezőtúriaknak, a mezőtúri pedagógusoknak azt, hogy türelemmel viselik a dolgokat, és köszönöm Sági István járási klikvezetőnek, hogy tényleg sajátjaként kezelve ennek a térségnek az oktatási gondjait, vigyázott arra és biztosította azt, hogy itt a pedagógusok a lehető legjobb körülmények között tudjanak tanítani, ami abban a, amilyen körülmények között lehet. És én biztos vagyok abban, hogy a változások, ami a klik átalakítását veszi országos szinten, azok itt is még jobb körülményeket fognak teremteni. És hát nagyon örülök neki, hogy itt lehetek a zeneiskolában. Megmondom őszintén, hogy eltévedtem. Én először átmentem a régi épületbe, és ott egy szülő mondta, hogy hát képviselő rossz helyre ment, mert egyen menjen arrébb, mert most már az is zeneiskola. Én még orvosi rendelőnek tudtam, pedig hát milyen öröm volt átadni polgármester úr az új orvosi rendelőt meg a mentőállomást, csak én azt nem tudtam, hogy innen is elköltöztek, azt hittem, hogy csak a Dózsa-György útról. Úgyhogy ilyen az, amikor az ember ritkán van itthon, azt is mondhatnám. De a lényeg az, hogy nagyon örülök neki, hogy itt lehetek. Ez egy fantasztikus dolog, azt gondolom, hogy a zeneoktatás, a táncoktatás, az egy nagyon fontos dolog, ahogy polgármester úr is mondta, a gyerekek életében, mert lehet, hogy egy gyermek nem a legjobb matematikából, magyarból, de lehet, hogy táncból, vagy éppen valamelyik hangszerből, talán a citerából, abból ő a legjobb. És ezzel el is dől az élete, hogy merre menjen. Hát persze annak örülünk a legjobban, gondolom igazgatónő is egyetért ezzel, hogyha egy gyerek minden tantárgyból kitűnő, és még csodálatosan zenél vagy táncol is. Én abban bízom, hogy úgy lesz továbbra is, ahogy igazgatónő mondta, hogy kinőtték a másik iskolát, abban bízom, hogy előbb-utóbb ezt is kinövik, és a városnak az lesz a legnagyobb gondja, hogy hogyan biztosítson újabb épületet a zeneiskolának, a táncoktatásra járó gyermekeknek, hiszen ez egy fontos dolog. És hát én köszönöm Herceg Zsolt polgármester úrnak és a képviselőtestületnek azt, hogy annak ellenére, hogy az oktatást ma már állami szinten irányítják, és állami szinten fizetik a pedagógusokat, tehát elkerült a várostól, de ők mégis sajátjaként kezeli a város. Én azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb minden egyes településen, hogy az oktatást, ha nem is az ő fennhatóságuk, az ő irányításuk alatt van, akkor is sajátjaként kezelje egy-egy önkormányzat, hiszen már bocsánat, mégiscsak a mezőtúri gyerekek járnak ide nagy többségében, ők használják ezt az épületet, őket tanítják az itt élő pedagógusok, az itt levő pedagógusok, tehát így az igazi és így a helyes ez, amikor egy önkormányzat az iskolát, az óvodát, bár az óvoda az ő fenntartás, de az iskolát, a zeneiskolát, a középiskolát azért valamilyen szinten a sajátjának tekinti. És nagyon fontos itt a középiskolát is megemlíteni, hiszen a város azt is sajátjának tekinti továbbra is. Hiába tartozik most már még csak nem is a klikhez, egy másik minisztériumhoz, például a Teleki Blanka gimnázium, de
Bizony a város mindent elkövetett azért, hogy ott az oktatás a lehető legjobb színvonalon folyjon, ott is hozzájárultatok ugye ahhoz, hogy lehetőség nyíljon arra, hogy olyan szakmát tanuljanak, ami a legjobb, ami a város fejlődéséhez a legjobb, és amire kereslet is van. Itt gondolok a Rafira, aki kifejezetten szeretné, hogyha minél több elektronikához értő embert oktatnának a gimnáziumnak a szakközépiskola részében. Úgyhogy én gratulálok a városvezetőnek, gratulálok igazgatónőnek és a pedagógus társainak, és azt kívánom, hogy pár év múlva keressünk egy másik épületet, mert olyan sok gyerek legyen, hogy itt már ne férjenek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.